Sziasztok! Ez itt újra a Dekódold a DK-t. Sajnos ezen a héten sem maradtunk fideszes botrányok nélkül. Friss európai statisztikákból kiderült, hogy az Orbán kormány kapaszkodj meg, ötször annyiért adja el a gázt nekünk, magyaroknak, mint amennyiért ők megveszik azt az oroszoktól. De konkrétan mennyi pénzről van szó? Varjú László elmondta a parlamentben. Egy köbméter gáz árából 676 forintból valójában csak 125 forint a gáz ára, a maradék 551 forint az önök költségvetését és költekezését biztosítja. Önök minden egyes köbméter gázon 551 forintot keresnek, amit aztán beöntenek ebbe a költségvetésbe. Önök ötszörös extra profitot szednek minden egyes köbméter gázon. Jól hallottad. Orbánék minden egyes köbméter gázon 551 forint extra profitot keresnek. Ez azt jelenti, hogy ha 20 000 forint szerepel a rezsiszámládon, abból valójában mindössze 4 000 forintba kerül a gáz, a többi 16 000 megy Orbán Viktor vagy Mészáros Lőrinc zsebébe. Mindegy, ugyanaz. Na ezt nevezem én lopásnak. De nem csak a gázbiznisz borzolja a kedélyeket. Biztosan te is emlékszel a kormány korábbi szavaira, ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Még órás plakátok is voltak belőle. Ahogy sok minden másról, erről is kiderült, hogy hazugság volt. Vietnámi hírlapok, ismétlem, vietnámi hírlapok buktatták le Orbánt, amiben megírták, hogy vietnámi vendégmunkások Magyarországra hozataláról tárgyal a kormány. És hogy mit fognak ezek a vendégmunkások Magyarországon csinálni? Varga Ferenc bér- és munkaügyi árnyék miniszter alaposan helyretette a kormánypárti képviselőket az ügyben. Tehát miközben Orbán Viktor a bevándorlást a magyarokra leselkedő legnagyobb veszélynek nevezi, Orbán Viktor kormánya a magyarok háta mögött titokban azon dolgozik, hogy még több gazdasági bevándorló, még több vendégmunkás érkezzen hazánkba. Magyarok millióinak hazudtak. Átverték a választóikat a migránshozással, miközben az Orbán kormány több százezer gazdasági bevándorló behívására készül, és azt is nagyon jól látjuk, hogy majd a Fidesz közeli munkaerőközvetítő cégek Vegasre fogják magukat keresni, azzal, hogy Ázsiából hozzák be a vendégmunkásokat. Jó, de mit csinál a DK ezek ellen? Egy millió példányban országszerte több mint 1600 helyszínen több tízezer aktivistával osztjuk a Leplezd le Orbánt kiadványt. Ezen felül a héten a DK országgyűlési frakciója Vas és Zala megyébe költözött, ahol képviselőink számtalan programmal várták a helyieket. Rengeteget beszélgettek, rengeteg problémát hallgattak meg, és rengeteg embernek mondták el, hogy milyen szociáldemokrata fordulatot ajánl az árnyék kormány Magyarországnak. Összefoglalva, a DK felkészült, hogy az ország minden pontjára eljutassa az igazságot Orbán hazugságairól. Mi alatt ezt hallgattad, több száz Leplezd le Orbán füzet került kiosztásra, percről percre több magyarnak nyílik fel a szeme. Te is szeretnél egy példányt? Menj oda egy aktivistánkhoz, vagy keresd fel a leplezdleorbán.dkp.hu-t, és igényelj egy sajátot. És ez még semmi. Jövő héten a DK születésnapján meglepetéssel készülünk. A következő részben azt is dekódoljuk.